Jászárok szállási VSE fogadhajtó szakosztálya éves versenyét rendre a Jászárok szállási nyár programjai részeként július elején szervezte meg az elmúlt évtizedben. Idén a járványügyi korlátozások miatt a városi rendezvény elmaradt, de a szakosztály kereste a lehetőséget, hogy saját rendezvényeként önállóan megtartsa programját. Az először kitűzött időpontban az eső elmosta a versenyt, augusztus 23-án azonban már minden adott volt egy remek hajtáshoz. Hát a fogadhajtók azok mindig várják a verseny helyszíneket, mert aki egyszer fölül a fogatra, az nem fog onnan leszállni, és jönnek és hajtanak. Nagyon várták, sikerült összehozni a versenyt, hát a környező megyékből vannak versenyzőket, összesen 58 induló. A szakosztály anyagi hozzájárulásával, illetve vállalkozói támogatások segítségével tudták megtartani a programot. A rendszeres versenyszervezéssel és versenyeztetéssel a szakosztály egyik legfőbb célját, az utánpótlás nevelést segítik elő. Amikor egy apa vagy egy nagypapa fölül a fogatra, a körülötte lévő gyermekek, unokák megérzik a lónak a szagát, és attól nem lehet távozni, és viszi a generáció egymás után. Például én is valamikor úgy kezdtem, hogy póni kategóriában hajtottam lovakat, most már átadtam a gyermekemnek, a Rédei Ádámnak, most már ő hajt, jelenleg ő póni kettes fogatot hajt C kategóriában. Édesapám vett egy lovat kb. 6 éves koromban. 8 évesen kezdtem el fogatot hajtani, és az eddig legjobb eredményem egy országos harmadik hely. Hát igazából az ország legjobb póni hajtója szeretnék lenni, és majd meglátjuk, hogy fül el. Ez alkalommal sikerült megnyerni a kategóriáját. Az árokszállási verseny egyben Jász-Nagykun-Szolnok megyei pontgyűjtő, illetve országos bajnoki kvalifikációs pontgyűjtő verseny is. Rendszeresen szép eredményeket hoznak, helyezéseket gyűjtenek a helyi fiatal hajtók. Kócián Péter jó eséllyel küzd azért, hogy kijusson az országos bajnoki döntőre. A gyerekkorom óta versenyzek, apukám fuvaros volt régen, így mindig is volt lovunk, úgyhogy családban maradt, de csak én hajtok a családban, senki más. Milyen eredményeket értél el eddig? Hát tavaly indultam először a megyeiben, és így harmadik lettem a megyei bajnokságban, de az országosra nem bírtam kijutni, mert más volt a pontszámításunk, és így harmadik lettem csak a megyeibe. De idén meg szeretném próbálni, most majd Balatonlellén lesz. Hát megpróbálunk mindent. Eddig esélyes vagyok, mert második vagyok, de még bármi megtörténhet. A rendezvény nem csak egy verseny, hanem a család minden tagjának egész napra programot nyújtó rendezvény is. Ugrálóvár, pónilovaglás, arcfestés és tombola egyaránt várta az érdeklődőket. Összesen 5 kategóriában hirdettek eredményt az indulók között. A legjobbak számára a díjakat Pócs János országgyűlési képviselő adta át. Az eredménylistát televíziónk honlapján tekinthetik meg az érdeklődők.